Köszöntöm Önöket itt a Szóbeszédben, ahol mindig az Önök véleménye a legfontosabb. Az egészségkárosodás mielőbbi felismerése, az egészség visszaállítása, valamint a károsodás súlyosbodásának megelőzése érdekében fontos, hogy minden évben elmenjünk prevenciós szűrésekre. Ezen a héten arról kérdezem Önöket, hogy milyen vizsgálatokra járnak rendszeresen, illetve azokra a praktikákra is kíváncsi leszek, amelyekkel óvják a hétköznapokban egészségüket. Tartsanak velünk! Önnek mi a véleménye az éves szűrővizsgálatokról? Nagyon szükséges, feltétlenül mindenfélét rákszűrés, az idősebbeknek, tüdőt a lányoknak. És miért gondolja azt, hogy ez fontos a lakosság számára? Mi az ön véleménye? Mert így tovább tudnak az emberek élni, ha megtalálják a betegséget, nála meg fogják gyógyítani. Ön milyen vizsgálatokra jár ez év során? Én mindenfélére járok, mert én rákos vagyok. Meg egy csigolyám eltört. De én azért megyek mindenhova. Én szerintem nagyon fontosak, és mindenkinek javasolom, hogy menjen is el. Sok bajt meg lehet előzni vele. Ön milyen vizsgálatokra jár az év során? Hát miután sztrókom volt, akkor a vérnyomásmérés szokott lenni, nyaki ultrahangot ellenőriznek, tüdőgondozóba járok, úgyhogy sajnos idősebb korra minden baj előjön az embernek. Azért fontos számomra, én kerületben lakom, mert nagyon fontos, hogy a betegségeket megelőzzük, meg vigyázzunk jobban egymásra, mert ugye, ugye az egészségből egy van, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy megelőzzük ezeket a problémákat mindenféle laborvizsgálatokkal, akármilyen vizsgálatokkal megelőzhetek, akármilyen komolyabb betegségek, mint például krónikus betegség vagy rák. Szerintem fontosnak tartom, hogy legyen meg. És menjenek az emberek, nem csak fiatalok, bármilyen generáció menjen el. Én ezért tartom fontosnak. Én járok is egyébként, és nekem én fontosnak tartom ezt. Említette, hogy jár vizsgálatokra, milyen típusúakra? Hát általában laborvizsgálatra szoktam menni, egyébként ilyen gasztroenterológiai vizsgálatra sajnos, de úgy gondolom, hogy ezek mindent megmutatnak, és kortól nemtől függetlenül ajánlom mindenkinek egyébként, hogy szűrővizsgálatra menjen, vérvételre, mert a vérvétel, sajnos ezek a kolonoszkópia, tudják gondolom, hogy micsoda, egy endoszkópia vizsgálat, ami most már mindent megmutat. Nagyon fontos, hogy vigyázzunk, főleg ebben a járványos időszakban, ha egymond van rá, akkor ha értesítik őket, akkor menjenek. Milyen vizsgálatokra tetszik járni? Hát az mindig, hát általában a szemészet, a gyógyászat, és meg amit úgy fogászat, most például csináltatom is, úgyhogy igen, járok minden évben, úgyhogy nincs nekem gondom, a rákszűrővizsgálat, mellvizsgálat, tehát ez nem, mindenki járjon. Miért gondolja azt, hogy másoknak is el kellene mennie? Mi a fontossága ennek? Hát én azt tapasztalom, hogy sokan inkább nyafognak, meg hát jó, kellemetlen, azt nem mondom, hogy de jó, kellemetlen, de fontos szerintem, inkább gyógyszert szedjünk. Én mondjuk nem vagyok gyógyszerszedős, ez az egyik, de hogyha úgy megelőzhetjük, én mindig azt kérdezem az orvost, hogy mit lehet másképpen, esetleg ételbe, vagy valami gyümölcsbe, és akkor úgy, de sokkal inkább kényelmesek az emberek. És inkább egy kicsit gyógyszer, az kész. Fontos, nagyon fontos, mert sok mindent meg lehet előzni vele. Önök nem járnak évente szűrővizsgálatokra? Nem. És ennek mi az oka? Egészségesek vagyunk. Milyen praktikákkal óvják az egészségüket a hétköznapokban? Sokat vagyunk levegőn, egészséges életmódot folytatunk, egészségesen étkezünk, ennyi. Az egészséges étkezés miben nyilvánul meg? Sok zöldség, gyümölcs, hogyan? Körülbelül ez. Mi a véleménye az éves prevenciós szűrésekről? Hát nézd, az igazság, hogy éppen rákos vagyok, tehát nem sok hozzászólni valóban. Van olyan, amivel erősíti az immunrendszerét ilyen házi praktika? Nincs. D-vitamint szedek. Szóval ez megfájdalomcsillapító. És az egészséges táplálkozás, akár itt gondolok a mézre, fokhagymára, gyömbére, ezekről mi a véleménye? Hát én ezeket eszem. Mondjuk a méz kivételével. A fokhagymát is, mindent ezt. Ez gyakorlatilag naponta minden legtöbb élelme benne van.
És ez csak az íze miatt, vagy immunrendszer erősítés céljából is? Hát először az íze miatt, fiatalabban most meg már tudom, hogy jó. Neked van olyan egészségügyi ágazat, ahova mondjuk minden évben elmész egy-egy ilyen rutinvizsgálatra? Fogorvos, nőgyógyász. Így ennyi. Miért javasolnád mondjuk a lakosságnak, hogy odafigyeljenek az egészségükre, vagy te hogyan őrzöd meg az egészségedet? Hát én vitaminokat szedek, ugye alapból vashiányos vagyok, úgyhogy én is, meg a gyerek is szedjük a vitaminokat ezerrel. Sokat vagyunk levegőn, napsütésbe. Hát az egészséges életmód talán még egy kicsit segít. Nem ez a zsíros, hamburgeres, sült krumplis kaja, hanem nem azt mondom, hogy saláta salátával, csak egészségesebb étele. És hogy menjenek ugye rendszeresen vizsgálatokra, ami fontos. Ugye tütőszűrő, meg ilyesmi. Az egészséges életmód az nálad miben merül ki? Milyen ételekre gondolsz, gyümölcsökre, zöldségekre? Hát ugye alma, banán, ugye a nyáron ugye sok őszi barack, télen a sütőtök, ugye hát a zöldségekbe, ugye hát mi, ugye a gyerek miatt sok főzeléket eszünk, és hogy szerintem az is befolyásolja. Vitaminokat szednek? C-vitamint és D-vitamint. Vannak olyan népi praktikák, amiket mondjuk a hétköznapokban alkalmaznak? Gondolok itt a fokhagymára, gyömbérre. Nem szoktunk ilyet használni. Mit gondol a vitaminok szedéséről? Ön javasolná, vagy ön szedi? Hát nem vagyok odaérte, de sajnos rákényszerül az ember a mostani gyümölcsökbe, vagy a vegyszer, nem tudom, de valójában, nem, hát C-vitamint valójában szedek. Tényleg azt az egyet, de próbálok. Most például sütöttök. Tartok olyat, hogy minden nap sütőtököt teszek, legalább 3 hétig, utána áfonya jön, tehát meg méz, ennyit tudok mondani, úgyhogy többet nem, de igen, nagyon fontos. D, E, magnézium, és a B12, B9. Hogy éppen ezeket a vitaminokat mi alapján választja és állítja össze a vitamin csomagját? Nem, nekem az orvosaim mondták sajnos, hogy télen-nyáron ezt nekem állandóan jellegű szedni kell, de egyébként, ha nem mondanák, akkor is szedném. Mert nekem nincs komplex vitaminom, mint általában, mint a boltokban árulnak, mert nekem van benne jód, és ez már nekem nem jó, de én mindenkinek ajánlom egyébként, hogy szedjék ezeket, ha bírják. Hogyha van komplex vitamin, akkor szedjék. Aki meg nem bírja, az válogassa össze. De itt van nagyon jó patika, mind a kettő, az is, meg ez is. Ők nagyon sokat tudnak segíteni, hogyha valaki ilyen leakad. Mert most jön a rossz időszak, akkor vitaminokat kell pótolni, minél többet. Ha meg most jó idő van, akkor a D-vitamin. Itt az élő példa, azt is be lehet szedni, de a D-vitamin forrás most nagyon fontos. Van még valami házi praktika, ilyen népi hagyomány, amivel őrzi az egészségét? Hát meg szoktam menni ezt a fekete retket, és akkor úgy kiszedem a közepét, belecsöpögtettem a mézet, hát meg fokhagymát. Azt nagyon, ha nem megyek sehova, akkor fokhagymát. Más nem. Tehát az az igazság, hogy ezek a gyümölcsök se. Hát mondjuk változott a világ, meg hát ugye a vegyszer, minden, de igen, a családomat is. Hú, valaki gyógyszert emleget, én nem, előbb próbáld meg a másikat, úgyhogy nem. De igyekszünk. Nehéz, meg drága, de hát ma már minden drága. Ha ebből indulunk ki, akkor maradjunk otthon, ne együnk, ne ígyunk. Most például viszem a vizet, a pivizet, úgyhogy igen, jó, be lehet. Drága, de mindent meg lehet oldani, aki akarja. A párom a fokhagymát, én mi nem szeretjük. A gyömbért azt meg, hát a teába szoktuk belerakni. De ritkán, mert én sem nagyon szeretem. Úgyhogy, így ennyi. És a méz vagy a propolisz immunerősítő jótékony hatásáról hallottál? És ha igen, akkor erről mit gondolsz? Hát én nem hallottam, de így én azt szeretem a mézet. És ugye vajas kenyeres, mézes kenyeret szoktam a gyereknek csinálni, és én is eszek vele. Vagy ha fáj a torkom, akkor ugye megeszek egy kanál mézet. Ennyire használjuk csak. A megfázás esetén a hagymateját mindenképpen, úgyhogy szoktam a mézet, szintén szeretem, úgyhogy ezeket szoktam. És a fokhagyma vagy a propolisz immunerősítő lényegéről mit gondol? Az is fontos, meglehetősen sok fokhagymát használok főzéshöz is, úgyhogy azt hiszem egy évben több kilót, úgyhogy ezt szeretem is, sok ételbe is teszem.
A gyömbérről mi a véleménye? Tudta, hogy az is nagyon jó megfázásra? Igen, igen, ilyen testvéremtől éppen hallottam, mert ő mindenbe tesz, a levestől kezdve mindenbe, igaza van. Én kevésbé, de azt hiszem jön a rossz idő, akkor én is többet fogom használni. Van valami immunerősítő házi trükkje? Nincs. Egyébként tea. Nagyon sok gyümölcs tea, esetleg egyébként gyümölcsök, amit előtérbe helyeznék, hogyha ehetném. Nem, egyébként nagyon sok, ezek a zöldségek, zöldséglevek, egyébként párolt zöldségek, húsok, halak, ha bírják az emberek. Én ezeket tartom, mert nekem vannak táplálék allergiáim, és úgy gondolom, hogy ezzel én védekezek a járványos időszakban is két oltás után. Én azt tartom, hogy ezek fontosak. A gyömbér, fokhagyma vagy a propolisz immunerősítő funkciójáról mit gondol? Esetleg használja, alkalmazza ezeket? Egyikért sem, de egyébként nagyon jó dolog, mert mindegyik megvan ugye a jótékony hatás, a propolisz a legjobb, mivel ugye az nagyon nagy C-vitamin forrás, a fokhagyma vérnyomásra. Ezek nagyon jó házi praktikák, így van, savanyú káposzta. Ha lehet ajánlani, hogy ahogy kérdezni tetszett az előbb, mák, savanyú káposzta, fokhagyma, vöröshagyma. Minden olyan dolog, amit be tudunk vinni a szervezetünkbe, vigyük be. Sajt. Az a legjobb kálciumforrás. Amit nem lehet bevinni, az sajnos az a B9, B12, az be kell vinni vitaminna. A magukat egészségesnek tartó, legtöbbször tünetmentes egyének szűrővizsgálata annyira jelentős, mint a már panaszokkal küzdőké. Hiszen a betegségek kockázati tényezője, valamint az elváltozások korai felismerése már egy rutinvizsgálat során kiszűrhető. Köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyenek így jövő hét szerdán is, amikor ismét az önök véleményére leszek majd kíváncsi itt a Szóbeszédben. Viszontlátásra!